Két szív, ha némán összeér, oly táplálék, mint egy falat kenyér. Ezzel a videóval mondtak köszönetet a Gyárgyó Szent Miklósi, Szent Anna otthon lakói, a Magyarok Kenyere program szervezőinek. A kezdeményezésnek köszönhetően az elmúlt tanévben is több tonna kenyér jutott a Böjte Csaba által felkarolt gyermekek asztalára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magos szervezésében 7 éve indult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem jótékonysági program, melynek keretei között a Kárpát-medence magyar lakta részeiről nemzeti összefogással búzát gyűjtenek össze az adományozóktól, hogy azt a magyar gyermekeket segítő szervezetek révén liszt és kenyér formájában juttassák el a rászorulóknak. Idén augusztus 4-én a kárpátaljai mezőgecsén tartották meg az összöntés ünnepét, majd augusztus 6-án pedig a budapesti Szent István Bazilikában az aratókoszorút adták át. Eddig mindig Magyarországon volt ez az országos összentés. Úgy döntött a vezetőség, hogy ezt most elviszik oda, ahol a legjobban rászorulók vannak, ugyanis ezeknek az adományoknak, vagy összegyűjtött búzáknak nagy részét úgy gondoljuk, hogy most eddig is Ukrajnában volt az, ahol szélosztottuk, inkább itt vannak rászoruló gazdák, vagy családok, akiket segíteni kell szabolcs már bereg megyében is számos gazda kapcsolódott be a jótékonysági programba. Ők öt helyszínen adhatták le az adománynak szánt búzát. Körülbelül a 14 tonnát meghaladja, még nem is zártuk le a gyűjtést, úgyhogy még jelenleg is lehet. Ezzel meghaladja az ötvenet, akik adományt adtak ebbe a gyűjtési programba, de nem záródott még ez a programra a megyénkben. Idén a program legnagyobb eseményének helyszíne Pécs városa lesz, ahol augusztus 20-án a központi kenyérű keretében Böjte Csaba Ferences rendi szerzetes és Korinek László professzor a mozgalom elindítójának jelenlétében megáldják a megőrölt búzából készült magyarok kenyerét. A támogatást szeptember 20-án a Gyermekek Világnapján az adományozási nap keretében osztják majd szét a rászorulók között. Idén a Magyarok Kenyere programon belül a Magosz támogatást nyújt a nemrég tisztázatlan körülmények közt leégett Nagy-Dobronyi Református Roma imaház és Óvaró újjáépítéséhez, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen országos gyűjtés szervez a károsultak megsegítésére. A szövetség már át is utalt 100 ezer forintot a gyermekintézménynek.